Sziasztok, kedves Info! És kedves Zsuzsi, téged kiemelnélek, mert te kértél fel erre a kérdésre. Vagyis hát nem is kérdeztél, hanem kértél egy sztorit tőlem, ami igazából arról szól, hogy az első légiriadom Izraelben. Reméljük nem lesz még sok, de hogy az első légiriadom az úgy nézett ki, hogy aludtam az újságos Tel Avivi lakásomban, és reggel 6-kor, vagy nem tudom hánykor megszólalt a sziréna, hát még soha nem volt ilyen kellemetlen dologban részem, és akkor egyszer csak félálomban felpattantam, kifutottam az ajtón, mert hogy nálunk a lépcsőházban van a gyülekező ilyenkor, és ott volt nagyon sok ember, én pedig ott álltam, becsuktam az ajtót, és akkor esett le, hogy kulcsot nem hoztam, és ott álltam a teljesen átlátszó hálóingemben, ami igazából olyan volt, mintha nem lett volna rajta. Hát akkor úgy leültem úgy finoman, és akkor úgy fogtam magam, úgy a titkosabb helyemen, és aztán gondolkodtam, hogy honnan fogok kulcsot szerezni, és aztán egy háztömböt kellett igazából átmenjek az utcán, így takargatva magam a teljesen átlátszó hálóingembe, nem a főbérlő, hanem mindegy, aki foglalkozik a lakással, és tőle kértem kulcsot, aki ki sem ment igazából, mindegy volt neki, hogy lőnek vagy nem lőnek tovább valut. Elkértem a kulcsot, és hazamentem. Hát a sztori ennyi, az az igazság, hogy már nem tudom olyan nagy lelkesedéssel előadni, mert olyan régen volt.